Nem csak egymással, az időjárási körülményekkel is meg kellett küzdeni a Beled és a János Somorja gárdájának a 15. fordulóban. Az ellenfél, a Beled vendégcsapat zöld mezben, míg a mieink fehérben a pályán. Mi voltunk az esélyesek, hiszen 5. vagyunk a tabellán, míg a Beled csak a 13., de az elmúlt években többször is borsot törtek a János Somorja orra alá, elsősorban igaz hazai pályán, azért reménykedhettünk egy jó szezon zárásban. Aktívabban kezd a János Somorja, a 9. percben rögtön Cseri veszélyeztet, a Gerencsért nem tette nagyon próbára, igaz, hogy csúszik a fű, de nem tréfálta meg a kapust, mellé ment a lövés. Nem késik a vendég válasz, Köncöl hatalmas szólója után, a labda Szemes elé kerül, hasonló a befejezés, mint az imént Cserinél, Tüskének nem kellett védenie, azért a bekkek kaptak egy letolást a kapustól. 12. perc, Menyhárt szabadrúgása, Gerencséről kipattan, és nincs senki, aki be tudná pofozni, még a 3. próbálkozás is blokkolják a hátvédek. Kapu előtti kavarodás, de nincs gól. Aztán egy jó kiugratás János Somorjai részről, Torma azonban odaér. Cseritől Majdics kapott jó labdát, ha nagyobb szerencsénk van, akár a kapuba is hullhatott volna. Nem tud felszabadítani a Beled, egyre nagyobb a nyomás a vendégcsapaton. Egy jó lövés Majdistól, de elszáll keresztbe. Egyre inkább próbáltuk a saját 16-osa környékéhez szögezni az ellenfelet. Egy szöglet, és Tóth Kristóftól egy fejes. Megint csak helyzetig jut el a János Somorja. Itt már az első fél idő derekán jártunk. Cseri szabadrúgása, elmegy a sorfal mellett, Gerencsérnek pedig óriási pehje van. Kicsit talán későn is indul el a kapus, de nagyon helyezett volt a lövés, ment a sarok felé, és a kapufáról, mintha kifelé pattanna, és így lehet, hogy a kapus hátáról megy be. Ha nem ér hozzá, akkor talán nincs gól, de ez nem kisebbíti Cseri érdemeit. Nagyon pontos a lövés, azért a Mázlival sem álltunk hadilábon, de előtte már sok helyzete volt a János Somorjának. Egy bedobás után egy középretett labda, góra, gól, ahogy mondani szokták, Sós beadása után Majdics eredményes. Néhány percen belül 2-re növeli góljai számát a János Somorja. Itt látszik, hogy Sós nagyszerűen fordul le a védőről. Jó a középretett labda, Majdics pedig megelőzi a saját emberét. Gerencsér ebbe is belekap, de megint pehje van az ellenfél portásának. 2-0 ide. Még inkább lendületbe jön a János Somorja, Takács szólóját látjuk. Gerencsér ezt még hárítja, aztán jöhetne az ismétlés. Itt aztán reklamáltunk egy szabadrúgást, Fetiklen is maradt az ütközés után. Próbál kijönni a Beled a szorításból még az első fél idő végén, hát ha belefér egy becsületgól. Molnár érkezik a hosszú oldalon, Tüskének most sem kell játékba avatkoznia. Továbbra is János Somorjai előny, és belefért még egy Cseri szabadrúgás. Majdnem lekopírozta az előző megoldását, Gerencsér azonban ezúttal hárít. A fél időben tehát 2-0 volt ide. A második játék részben pontrúgásokkal próbál veszélyeztetni a Beled, ez nekünk bejött az első fél időben. Most nagy próbálkozott, lövése elkerült a Cseri kapuját. Aztán megint a János Somorja jön. Majdics a védők között, megpróbálta elgurítani keresztbe. Érkező ember nem volt, egyedül próbálta befejezni. Egyelőre tehát több a helyzete, mint a gólja a mérkőzésen. Aztán egy nagyszerű kombinatív játék a János Somorjától, aminek a végén már ott a találat. Eldőlni látszik a mérkőzés, 3-0 ide. Menyhárt, Gál, aztán Sós volt a labda útja, és úgy tűnik, hogy a zöldmezesek nem tudták lekövetni a János Somorjai passzok ütemét. Itt látszik, hogy nincs les, Sós nagyon magabiztosan elteszi a kapus mellett alatt a labdát. Fél óra volt még hátra a meccsből, de nem forgott veszélyben a 3 pont sorsa, és továbbra is támad a János Somorja. Györgyek a Bence próbálkozik messziről, hát ha a csúszós fű majd megtréfálja Gerencsért. Ezúttal helyzetig jutunk. Tóth Kristóf húzza meg a jobb szélen, becsúszva sem tudják szerelni. Jön a beadás, majd is csak belepiszkál. És ott volt még az érkező ember a hosszú oldalon, Sós. Szinte azt csinál a János Somorja bele 16-osán belül, amit akar. Nagyon sok a helyzet, és megvan a biztos 3 gólos előny. Cseri szabadrúgása, majd is csúsztat, és saját labdájára ér oda. Gerencsérnek tényleg nem ez volt a legszerencsésebb meccse a szezonban. Most is hárít az ellenfél kapusa. Itt látszik a beívelésnél, hogy majd is emelkedik a legmagasabbra. A csúsztatás veszélyes, ez Gerencséről kijön. A hátvédek nem segítenek, majd is pedig bepofozza a kipattanó labdát. Még ebbe a lövésbe is beleért a kapus. De 4-0 ide. Újabb János Somorjai szabadrúgás, Gerencsér ezúttal szépen hári, Tóth próbálkozott az utolsó 5 percben.
óriási mezőnyfölényben és gólfölényben is a János Somorja, és az utolsó percre is marad még egy találat. Az Irea pontot Cseri teszi fel, aki beállítja az 5-0-ás végeredményt, kiütéses győzelem tehát a János Somorja részéről. Cserinek ez volt a 11. gólja a bajnokságban, ezzel 8. a góllövő listán, Majdics pedig 13 gólig jutott, ezzel 5. mint ahogy 5. a János Somorja is az őszi szezon végén. A Belet pedig a 12-ről visszacsúszott a 13. helyre. A miénk folyamatosan javuló játékot mutattak, és az utolsó 5 meccsüket hibátlanul hozták. Reménykedhetünk abban, hogy a tavaszi folytatás is hasonló lesz. Hát a mai mérkőzés után nehéz bármit is mondani. Egyértelmű, hogy sima az egy győzelem. Sajnos a mentálisan és csapatként teljesen szétestünk, esélytelen volt a mai mérkőzés. Ilyen hozzáállással és akaraterővel egyszerűen esélytelen, hogy bármilyen sikert tudjunk elérni, bárki ellen. Nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, mert többet vártam az utolsó mérkőzésen, és sajnos ez nagyon rosszul sült el. A mai mérkőzésen nem játszottunk szuperul, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó győzelem volt az utolsó mérkőzésen, 5 gólt lőni, ez jó játékkal is, meg még rossz játékkal is, ez nagyon jó. Hát a mérkőzésről szerintem egész végig mi uraltuk a mérkőzés, voltak hibák, azért csúszott a tala is, de azért magabiztos győzelmet arattunk. A szezonról pedig csak annyit mondanék, hogy a labdarúgásban nincsenek véletlenek. Az a csapat, amelyiknek ilyen az edzés látogatottsága, mint a miénk, arra csak büszkén lehet beszélni. 10 játékos 90% fölött, 15 játékos 80% fölött, van 100%-os is van ez a 20-as keretből, azt hiszem ez minden magáért beszél ez a teljesítmény.